Az LMBTQP propaganda felvonulás helyett a Mi Hazánk mozgalom ellentüntetését tiltotta be a rendőrség. Noha a homoszexuális pedofil botrányok komoly közfelháborodást váltottak ki, és ugyanabban a lehetséges első másodpercben nyújtotta be mindkét fél a rendőrségi bejelentését idén. A kormánytól a szexuális devianciákat népszerűsítő rendezvény mindenkori betiltását követeli a Mi Hazánk mozgalom rendületlenül, bár egyelőre hiába, így szemfényvesztés a gyermekvédelmi törvény is. Az LMBTQP propaganda felvonulás szervezői hálát adhatnak a Fidesz kétharmados túlhatalmáért, mert így vonaglásukat legalábbis hatóságilag nem tiltják be. Sajnos a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely már a mindenféle perverziókat reklámozó rendezvény megszüntetését követeli, hiszen az ilyen aberrációkat propagáló felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem támogatjuk, hanem a tiltást szorgalmazzuk. Az úgynevezett gyermekvédelmi törvény szerint sem volna szabad homoszexuális propagandát folytatni gyermekek számára is látható módon, de valójában a kormány ugyanúgy tűri azt, miként a szivárványos zászló kitűzését közintézményekre. Az ezt tiltó törvényjavaslatomat a fideszes többség leszavazta a Szájer József által írt alaptörvény szellemében. Sőt, októberben első fokon több mint 1 millió forintos pénzbírságot szabtak ki rám az újbudai szivárványos propaganda két esetben történt eltávolítása miatt. Mivel a kormány nem cselekszik, a Mi Hazánk lépett a tettek mezejére, az első lehetséges pillanatban lefoglalva a felvonulások főbb útvonalait több éven át sikeresen. Bizony, amit a kormány nem akar, vagy nem tud a felvonulás kapcsán, azt mi megoldottuk. Ellenzékből nyilván nem lehet minden helyen, vagy minden időre lefoglalni a deviánsok elől, de a legszimbolikusabb Andrássy útról való kiszorítások és több más reprezentatív közterület megszerzése komoly siker és jelzésérték, hogy nem kérünk az LMBTQP propagandából, nem kérünk a szerte a világból, ide szervezett aberrátakból, nem kérünk a deviancia turizmusból. Az évről évre ismétlődő eseményen számos olyan kihívóan közösségellenes magatartás történik, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Tehát a garázdaság definícióját is kimeríti a felvonulás, ahogy a szabálysértési törvény 192. paragrafusa szerinti közelkölcs megsértés és a BTK 205. paragrafusa szerinti személyremsértés is gyakran megvalósul. Ezekre a rendszeresen előforduló esetekre is hivatkozva kezdeményeztük az LMBTQP felvonulás betiltását, egyelőre hiába. A kormányzat ugyanis idén is letérdelt a homoszexuális lobby előtt. Június 22-ére ezúttal egyszerre az első lehetséges napon 0 óra, 0 perc, 0 másodperckor érkezett mindkét bejelentés, mire a rendőrség még csak nem is osztotta meg az Andrássy utat széltében vagy hosszában, hanem teljes egészében kizárólag az LMBTQP propagandistáknak biztosítja a vonulást, míg a Vékony Csongor, a Mi Hazánk budapesti elnöke és Tóth Zoltán alelnökünk által bejelentett gyűlést betiltotta. Azt is gyalázatosnak tartjuk, hogy a Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat tulajdonában álló mozikban, melyekért Szentkirályi Alexandra volt felelős kulturális főpolgármester helyettesként, éveken keresztül helyet biztosítottak az LMBTQ STB fesztiváloknak. Sorozatos tiltakozásom után végre az utóbbi években már nem. Ez a siker ad erőt egyébként a felvonulás betiltásáért folytatott küzdelmünkben is a kormányzattal szemben. Ugyanakkor Karácsony Gergely főpolgármestersége aggodalomra ad okot a devianciák népszerűsítése terén is. Az LMBTQP lobby térnyerését jelzi, hogy az ő kihívója lehet Szentkirályi Alexandra, aki szintén támogatta a deviáns propagandát, illetve a lauderes Vitézi Dávid közismert aberrációjára pedig Tarlós István is felhívta többször a figyelmet. Korábban az LMBTQ barát Tütű nevű nightclubot kötötte Vitézihez, így fogalmazott Tarlós: nem egy mindenhonnan elcsapott, sértődött, bejárt múzeumot kegyelemből igazgató közgazdász fogja meghatározni egy diszkógömbös Tütű nevű nightclubból, mi legyen a budapesti közlekedésfejlesztéssel, mondta Tarlós István Vitézi Dávidról. Két hete pedig ezt megerősítve úgy fogalmazott a volt főpolgármester: Vitézinek nagyon furcsa a készfogása. Tisztelt országgyűlés, az LMBTQP lobbinak hadat üzenve,
a pedofil bűncselekmények elkövetőinek kémiai kasztrálását is indítványoztam, amire számos működő példa van az USA-tól kezdve Oroszországon át Dél-Koreáig. Mi a lengyel példát ültettük volna át a magyar jogrendszerbe, illetve hát egyelőre csak egy törvényjavaslatba tudtuk, de gyalázatos módon azt is leszavazta 3 hete az összes többi párt hozzászólás nélkül, illetve a DK-nak csak egy olcsó nácizásra futotta érvek helyett. Miért nem vetnek gátat az LMBTQP lobbinak? Tisztelt államtitkár úr, miért nem tiltják be a törvénysértő felvonulásokat? Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ a kormány nevében Rétvári Bence miniszterhelyettes államtitkár úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. A személyünk számára az egyik legfontosabb a gyermekek védelme. Ezért döntött úgy a kormány, hogy most már évek óta egy nagyon erős külföldi nyomás ellenére is ellenáll annak, hogy külföldről a különböző gender propagandát, LMBT propagandát megpróbálják a gyerekekhez közel vinni, az iskolákba bevinni. Ön is tudja, hogy évek óta eljárás folyik Magyarországgal szemben azért, mert nem engedjük a mindenféle LMBT szervezeteket be az iskolába, nem engedjük az óvodás gyerekek közelébe, nem engedjük őt az iskolás gyerekek közelébe. Látjuk, hogy Nyugat-Európában, Észak-Amerikában ennek az ellentéte zajlik, ott egyre nagyobb léptékű ez, és ennek meg is vannak a társadalmi következményei, hiszen láthatjuk, hogy minél többször beszélnek a gyerekeknek arról, hogy te is gondolkozz el azon, hogy nemet váltsál, hogy a fiúkat lányruhába öltöztetik, a lányokat fiúruhába öltöztetik, a fiúknak kislány játékokat adnak, a kislányoknak kisfiú játékokat adnak, a szüleikkel is szembefordítják a gyereket, sőt, egyes esetekben a szülőket akár büntetőjogi felelősséggel is terhelik, hogyha a gyermeküknek azt mondják, hogy kisfiúként éljenek, kislánynak születve pedig kislányként éljenek, és ez már sok esetben akár bűncselekmény is lehet. Nos, látjuk ezt a tendenciát, ezzel szemben Magyarország a béke, nyugalom és józanész szigete, ahol az édesanyák azok nők, az édesapák pedig férfiak, ezt rögzítettük alaptörvényi szinten is. Nem gondoltuk volna, de sem 5 éve, sem 10 éve, hogy ezt kimondjuk egy alaptörvényben, ami így van, mióta az emberiség emberiség, és nincs egy olyan család, ahol ennek az ellentéte bármikor előfordult volna, hiszen mindenkinek az édesanyja az egy nő, és mindenkinek az édesapja az egy férfi. Ezt leírtuk, ami minden nap, a világ minden országában, minden szülészeten, mindenhol máshol, mindenhol ez a tapasztalat, ezt leírjuk tényként, és ekkor indul ránk egy óriási nyomás Európából, sőt, ugye a gyermekvédelmi forrásainkat, azt a 12 milliárd forintot azért nem használhatjuk föl, mert az Unió letiltotta a gyermekvédelmi törvény miatt. Az abszurdumok abszurduma, hogy a gyermekvédelmi törvény elfogadása miatt nem lehet gyermekvédelmi forrásokat felhasználni Magyarországon. Ez az, ami ellen mi küzdünk, a józanész pártján állunk, a családok pártján állunk, így küzdünk most már évek óta, és nem fogunk ebben semmifajta külföldi nyomásnak engedni, bárki is bármilyen erőszakos ebben. A gyerekeink kapcsán nincs kompromisszum. A gyermekek védelme a legfontosabb, nincs az a forrás, nincs az a milliárd, nincs az az euró, ami miatt a gyermekek kapcsán bármifajta kompromisszumot kötne ez a kormány, és ezt megerősítette a gyermekvédelmi népszavazás is, hiszen ott messze a kormánypártok szavazótáborán túl támogatták a kormánynak a gyermekvédelmi elképzeléseit. Bízom benne, hogy ezt a gyermekvédelmi törvény második szigorításánál itt a parlamentben is majd megvitathatjuk. Ugyanakkor vannak olyan demonstrációk Budapest utcáin vagy Magyarországon, amelyek adott esetben nem egyeznek a kormány álláspontjával. Amikor önök a koronavírus oltások ellen tartottak demonstrációt Magyarországon, azt is a törvényes keretek között a rendőrségnek ellenezni kellett, bár a rendőrség közben azzal foglalkozott, hogy minél több ember oltásához biztosítsa a megfelelő körülményeket, de ha önök az ellen demonstráltak, hogy oltásokat adjanak be az embereknek, mi úgy gondoltuk, hogy ez az embereknek az egészségét védjük, sőt, ma is úgy gondoljuk, az embereknek az egészségét védjük, rövidebb lett a járvány, kevesebb lett az áldozat. Önök kimentek és tüntettek az oltás ellen, mert önök úgy gondolták, hogy ne adják be az emberek maguknak az oltást. Ennek a felelősség körére most nem térek ki, mert a kevés az időkeretem. Ugyanúgy vannak más olyan demonstrációk is, amelyeket a rendőrség a törvényes keretek között vizsgál. Ön, meg az ön kollégái évek óta egy versenyt futnak a másodpercekkel, hogy ki az, aki előbb nyomja meg az elküldés gombot a megfelelő határidőben, amikor megnyílik ez a lehetőség jogilag, hogy le lehet foglalni közterületeket Magyarországon. Amikor önök voltak a gyorsabbak, akkor önöknek biztos tette a rendőrség, amikor a másik csoport volt a gyorsabb, akkor nekik biztos tette. De minden esetben törvényesen járt el. Amikor önnek adta a demonstráció lehetőségét bizonyos budapesti közterületeken, akkor is törvényesen járt el, és ebben az esetben
sem volt a rendőrségnek más törvényi lehetősége. Az viszont felháborító, amikor ezeket az eseményeket arra használják föl, hogy különböző az emberek többségi ízlését sértő különböző gesztusokat tegyenek, főképp arra emlékszünk, amikor vallásos embereket sértő különböző akciók voltak ott, akár papnak beöltözve csináltak olyan dolgokat, amelyek nyilván az emberek jó ízlését sértik, akár a Szent Koronát próbálták meg ott megbesteníteni. Tehát ezek viszont elfogadhatatlan dolgok. Azok, akik a tolerancia nevében vonulnak fel, azok más sem csinálnak sokszor, mint provokálják a többségi társadalmat, minket, a keresztény embereket, a hazaszerető embereket, mert ez elfogadhatatlan. Ezekben az esetekben a rendőrségnek el kell járni, és el is fogadtuk azokat a jogszabályokat, amelyek ezeket a nemzeti jelképeket, vallásos szervezeteket sértő különböző ottani megnyilvánulásokkal szembeni jogszabályi keretet teremtik meg, hogy fel lehessen ezzel ellen lépni. Abban is kétségem van, hogy ez bármifajta elfogadást tud ez a felvonulás erősíteni, szerintem inkább a társadalmi nézetkülönbségeket erősíti, a provokációnak nem adunk teret, a gyermekeinket pedig minden körülmények között megvédjük. Köszönöm szépen!